sokszor van az, hogy én is így állok. Sziasztok! A mai egy nagyon izgalmas vlog sorozatnak a kezdete lesz, ugyanis, hát, költözünk, úgy néz ki. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt levlogolom nektek, mert én tökre szeretem nézni az ilyen költözős, meg lakberendezős, meg hasonló videókat, és hát remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Ma van az első körünk az IKEA-ba. Igaziból semmi komolyat nem tervezünk ma venni, majd valamikor vissza kell jönnünk egy ágyért, meg még ki tudja, mi fog kiderülni, hogy kell-e még valami. Egy ágy ez biztosan fog kelleni, azt most nem fogjuk megvenni, így azért online megnéztünk már egy párat, kinéztünk egy párat. Azokat most megnézzük élőbe is, illetve veszünk költözködős dobozokat, meg körbenézzünk, hogy mi van. Úgyhogy ez az első kör az IKEA-ba a költözködés alatt. Igaziból most ebbe egy nagyon-nagyon mélyen nem mennék bele egyébként. Úgy is beszélni fogok róla a videó folyamán. Most a fények se annyira jók, a helyzet se annyira jó. Úgyhogy csak annyi egyelőre így dióhéjban, hogy költözünk, és most menjünk az IKEA-ba. Nagyon cuki. Kár, hogy már nem kell kanapé. Ez a rész az IKEA-ban mennyire bossz. Ez nagyon durva. Jó, tudom, két ágy egymás mellett, de nagyon jól meg ott sem van. Ilyen tükröt is szeretnék venni. Jó nagyot. Ez a Sungesand. Ezt is néztük. Vagy tárolóval, vagy nem tárolóval, az majd még kiderül. Aztán néztük ezt a mellette lévő Hemnest is. Hát tudjátok, ezek a szokásos IKEA-s ágyak egyébként. Na és itt a malm. Ó, új, alacsonyabb ára lett a malmnak. Igaziból a szekrényem is malmos fehér, és akkor abból vagy ez, vagy a fehérre pácolt. Magas a háttámlány, úgyhogy ez tök jó. Ez a fehérre pácolt tölgyes. Nem is tudom, melyik a szebb, a fehér, vagy a fehérre pácolt. És amit néztünk, az ez, ami azért tök szuper, mert vászon. Szép szürke színű. Ez a slattum. Ez az ágy egy kicsit ilyen kórházi feelinges, vagy nem is tudom. Ez nem lesz. Neked melyik tetszik a legjobban? Hát, egyezért a Malm meg a Söderburg. Ja, azt mondom, köszönöm. Ez a Göra is. Érdekes koncepció. Elég George. Hát ez végtelenül cuki. Nagyon szomorú dolog történt, és most kellett realizálnunk, hogy az Örsvezér téri IKEA-ban megszültek a kutyás cicás dolgok. És többek közt egyébként ezért is jöttünk most ide, hogy egy-két új dolgot vegyünk a Lulunak. De már csak a Soroksári úton vannak kutyaszicás dolgok, meg mit mondok, mit van? Budaörs. Budaörs. Na hát, szupi. Úgyhogy ezt nem sikerült abszolválni. Végtelenül szomorú IKEA, hogy pont az Örsvezér tereiből, ahova szerintem egyébként a legtöbben járnak talán, kivettétek. Itt vannak. Jó kis költöztető doboz. Próbálom online megrendelni ezeket a cuccokat, amiket szerettem volna megvenni a Lulunak, és egyszerűen nem megy. Valamiért nem megy. És ha rámegyek arra, hogy házhoz szállítás, akkor meg 17.000 forintért hozzák ki. Mármint úgy értve, hogy összességében minden, amit rendelek, az ugye látjátok 10.700 forint lenne, és a szállítási költség 5000 forint, meg plusz még valami kezelési költségre is 2000 forintot, vagy 1800-at, hogy mennyit rárak. És ez úgy mennyire nem éri már meg. Majdnem annyit fizetek azért, hogy kiszállítsák, amennyiért veszem a cuccokat. Most egy kicsit éleges vagyok, hogy teg sehogy nem tudom ezeket a cuccokat beszerezni. Mert én 7000 forintot a kiszállításért nem fogok fizetni, az biztos. Ha rámegyek arra, hogy akkor átveszem a budaörsi IKEA-ba, akkor így ez történik. Semmi. Szóval egy kicsit felidegesített, ne haragudjatok, de szerettem volna már tényleg a Lulunak új tálat venni, meg új hordozót, meg egy tök cuki ilyen kis iglút hozott be most így az IKEA, a cicáknak, meg kiskutyáknak, és szerettem volna megvenni neki, és ez egy kicsit felháborított egyrészt, hogy pont tényleg az Örsvezér téri IKEA-ból vették ki azt az egy négyzetméternyi kutya cica dolgot, ami volt, ami bárhol elférne gyakorlatilag ebbe az óriási üzletházban. Másrészt meg az, hogy utána 7000 forintot akarnak nekem felszámolni a kiszállításra.
harmadrészt meg az, hogy ha meg azt mondom el, határozom, jó, akkor a budaörsibe átveszem, akkor meg így lefagy az oldal, vagy így nem működik. Na mindegy. Úgyis tervezünk még IKEA-ba menni, úgyhogy valószínűleg legközelebb a budaörsi IKEA-ba fogunk menni emiatt. De mindegy. Ez legyen a legnagyobb problémánk, szóval én most nem hisztizni, hogy ilyesmit szeretnénk, csak annyira vártam már, hogy megvegyem ezeket a dolgokat, és most egy kicsit elkeserít, hogy nem tudtam. Sziasztok! Az előző felvételek már egy pár napja készültek. Bocsi, nincs beágyazva. Nagyon-nagyon izgalmas ez a hét. Most vasárnap fogunk költözni, szóval a hétvégén. Úgyhogy ezen a héten már elkezdünk pakolni, ugyanis úgy van megbeszélve, hogy vasárnap alszunk ott ugye először, de már így a hét folyamán lassacskán elkezdhetjük áthordani a cuccainkat, szóval most, és szerintem ez lesz egyébként a mai videónak a fő témája, meg így a zárása is, mert nem szeretnék túl hosszú videókat készíteni, de most egy ruhaválogatáson fogok átmenni. Ugyanis, hát egyrészt a költözés miatt, szóval ez most egy szuper indok arra, hogy amit nem hordok, attól tényleg megváljak. Másrészt pedig lesz egy gardróbvásár, ha minden jól megy, és akkor oda szeretném elvinni ezeket a rucikat. Korábban a videóban látott néhány ruhadarabot természetesen ott majd meg tudjátok venni. Illetve azok a ruhadarabok, amik nem fognak elkelni, azok fel is fognak kerülni a Boltkórosok Outlet online üzletbe, azt is meg tudjátok nézni. Na de, akkor most beágyazok, mert az még nem történt meg, és Lulunak pedig amúgy, ezt csak mellékesen mondom, ha már egy vlog videóról van szó, szóval volt neki egy kisebb beavatkozása a hétvégén. Szerencsére egyébként jól van, meg minden rendben van, csak nagyon oda kell rá figyelni, de a nyakáról levettek, vagy kivettek egy tájogot, de most már abszolút jobban van, úgyhogy hál' Istennek minden rendben. Betadinoznunk kell neki, megkapott szteroidos ilyen antibiotikum krémet, de azt mondta aki, hogy ahhoz képest ugye 17 éves, nagyon sok ereje van, ugyanis az egész folyamat során ellenkezett nagyon durván, úgyhogy amúgy minden rendben van. Na de akkor a háttérinfókról így ennyit, és kezdődjön akkor a pakolás. Ebbe a nagy bőrönbe fogok pakolni, és hát itt van a szekrényem, már itt van egy pár költözős dobozunk is. Igaziból most az okni, meg pizsama, meg alsónemik, meg ilyenek, azokat nem kell szortíroznom annyira, úgyhogy a felső fiókot azt kihagyom, bár igen, már ezt is egy kicsi nehéz becsukni, de ami a fontosabb, az a pólók, nadrágok és pulóverek. Mert ezekből már tényleg talán egy picit túl sok van, vagy legalábbis én nem szeretem azt, hogyha olyan dolgokat is tárolok, amit nem sokszor hordok. Most nyilván ez a szezonális ruhákra nem igaz, de én nem szeretek semmit felhalmozni. Nehéz lesz, mert már nem olyan rég csináltam egyébként egy ilyen ruhaszelektálást, akkor itt tényleg minden olyat kivettem, amit így nem annyira hordtam, vagy már nem volt ugye ebbe az újabb gardróbomba való, de hát azért maradt egy-két dolog, ami lehet, hogy már mennie kéne. Lehet, hogy ez egész egy óriási fail lesz, és egy darab póló lesz, vagy mit tudom én, de azért remélem nem. Sajnos most ezek a dobozok egy picit itt blokkolják a fényt a szekrény előtt. Bocsi. Ez az első szekrény, amit szelektálnom kell. Látjátok, hogy eléggé kidudorodnak itt a pólók, meg trikók, meg ingek, meg ilyesmi felsők. Valahol ez az egész költözés egy ilyen új életnek a kezdete számunkra. Ez az első ilyen ténylegesen albérlet, ahova megyünk, úgyhogy hát sok elhatározásra jutottam ezzel kapcsolatban, hogy mennyi mindenem fogok változtatni majd most ebben az új életben. Én ugye nem szoktam új évkor, meg ilyennekkor semmit megfogadni, de most sok reményt fűzök ez a költözéshez, úgyhogy majd meglátjuk. Na mindegy, ez marad, most vettem nemrég, és imádom. Itt van előttem a bőrönd, úgyhogy nem a földre dobálom, hanem oda be. Ez is egy új szerzemény, már mint régebben vettem, de most vágtam le végre. Eljutottam odaig, hogy levágtam az alját, úgyhogy tök jó kis crop top már nekem. Nagyon szeretem, ez egy Primarkos darab. Természetesen ez is jön. Lehet, hogy ez egyébként így nagyon lassú lesz, úgyhogy valószínűleg inkább csinálok egy timelapse felvételt ebből, és akkor majd a végén megmutatom, hogy mik azok a felsők, amiken hezitálok. Mert szerintem lehet, hogy nem lesz olyan, amit egyértelműen kizárok. Úgyhogy jöjjön a timelapse.
Jóval kisebb az átgondolásra kiválogatott pak, mint amit bepakoltam a bőrönbe, de legalább valami. Illetve most jutott az eszembe, hogy amúgy ez nem is az összes felsőm, mert ugye vannak ilyen kifejezetten nyári felsőim, nyári topjaim, amiket ilyenkor kiszoktam innen venni, hogy ne foglalják azok fölöslegesen a helyet, mert azokat úgyse hordom ilyenkor télen, ősszel a hidegben, úgyhogy mindjárt még azokat is átválogatom, és akkor lesz teljes a felső szekció. Na tehát ennyi póló volt még a beépített szekrénybe, ezek kifejezetten tényleg ilyen nyári felsők, úgyhogy most akkor még ezt is átválogatom. Hát ennyi pólót tettem el, gyakorlatilag már az egyik fel a bőrönnek, az ki is van tömve. Nem tudom, miért gondoltam, hogy ez az egy bőrönt elég lesz, mert nem vetettem le másikat Arival a polc tetejéről, úgyhogy nem mindent fogok tudni ma mégse bepakolni. Ez pedig itt az átgondolandó stót. Hát nem túl sok, de azért legalább valami. Úgyhogy most akkor ezeket átnézem. Szóval kezdem ezzel a kettővel, mert ezek egyszerűek. Két holiszteres kardigán, ami amúgy a nővéremé, csak kölcsönadta nekem is nálam volt, úgyhogy ezt visszaadom neki. Akkor van itt ez a csupa-csupszos crop top. Hát, nagyon szerettem. Iszonyúan tetszik, hogy ilyen szép pasztel színei vannak, de sajnos megválok tőle, mert azért annyiszor nem hordtam. Ez megy az eladós stócba, úgy szintén, ahogy ez a California Beach feliratú, alul megkötött felső, alig hordtam. Bár egyébként nagyon tetszik. Most az az időszak van, amikor nem adok esélyt a ruháknak, mert amit látjátok, így is rengeteg van. Hát nem fog hiányozni, na. Szóval itt van ez a Victoria's Secret pinkes felső, aminek a hátulja ilyen csipkés. Ez már nagyon régóta megvan, viszont egy kezemen szerintem meg tudom számolni, hogy hányszor volt rajtam, és ezen mindig gondolkodom, ha így szelektálásban vagyok, hogy eladjam-e, és eddig mindig azt mondtam, hogy nem, mert majd most tényleg hordani fogom. Hát mondanom sem kell, egyszer sem hordtam azóta se, úgyhogy most tényleg megy az eladós stócba. Az I Love New York-os pólóm szintén nagyon régi, még egy nagyon jó barátom hozta nekem New Yorkból, azóta már mi is voltunk ugye Arival New Yorkba, ugyanakkor nem vettünk ilyen pólót, de hát ez már nagyon régi, úgyhogy tőle megválok, de már a kukába megy, mert ez nagyon elhordott dolog. Aztán itt van ez a 101 kiskutyás felső, amit a Disneylandben vettem Párizsban. Rá is van írva. Ez egyébként egy designer póló, és valami horribilis ára volt eredetileg, de én ilyen, nem tudom, 80%-os akcióval vettem, és úgy egészen elfogadható volt, normál póló ára volt, úgyhogy elhoztam. Ez is megy az eladósba már. Ez egy nehéz döntés, mert már nem hordom annyira ezt a stitches pólót, hiszen ugye ez elég gyerekes, és nem szeretném, ha többet gyereknek néznének, és ez azért elősegíti azt, hogy ez megtörténjen, de nagyon szeretem. Úgyhogy ezt még ide rakom, még egyszer átgondolom stócba. Ez a Vans póló. Ezen azért gondolkoztam el, mert ez egy kisfiú póló, tehát egy gyerek férfi póló, ezért a fazonja nekem nem a legmegfelelőbb, de iszonyatosan menő, ugyanis ez a része, a mintája világít a sötétben amúgy. Igazából talán, ha egy picit ennek is levágok az aljából, akkor szerintem picit lányosabbá tudom csinálni, illetve ha az ujjait fölvarrom. Úgyhogy ezt inkább viszem, és megpróbálom egy picit átalakítani. Ez a póló, amit mindig mindenki megdicsér, hogy mennyire vicces, és én is nagyon szeretem, mert nagyon egyszerű, de tényleg vicces. Ez azért került ide, mert már semmi köze a fehér színhez. Tudjátok már, ez a beszürkült fehér, mert annyira sokszor mostam, mert mindig hordtam. És még Amerikában is mindenki megdicsérte, hogy ez mennyire vicces ez a póló, pedig nem gondoltam, hogy ez angoloknak ez annyira humoros lenne, de több mint hárman megjegyezték, hogy de vicces, ilyen idegen emberek. Úgyhogy ez egy aduász póló, már nem fehér, hanem szürke, hiába mosom ezekkel a fehérítős cuccokkal. Még megtartom, én nagyon szeretem, és tényleg így is hordom egyébként, hogy nem túl fehér már. Aztán itt van ez a Toy Story póló, amit szintén a fazonja miatt nem annyira szeretek. Vagy hát elég nagy, elég hosszú, pedig ez egy kis méret, de hogy tök hosszú. Ennek is adok még egy esélyt, mert amúgy tök jó anyaga van. Levágom az alját, és meglátjuk, hogy úgy mennyire fogom hordani. Ez egy sima fekete H&M-ös póló. És szerintem kb. Egy
egyszer volt rajtam. Nem nagyon hordok sima fekete pólókat. Lehet, hogy kéne, megtartom. Nem annyira megy jól ez a szelektálás. És az utolsó az pedig szintén egy stitches póló. És lehet, hogy csak az egyiket fogom a kettő közül megtartani. Ez is már egy kicsit beszürkült, de ennek ilyen simis füle van. Á, nem, ezt megtartom. Ezt megtartom, mert ezt is egyébként viszonylag sokat hordom azért. Jó, úgyhogy végül is 1, 2, 3, 4, 5 darab pólóról mégis úgy döntöttem, hogy megtartom. Nem valami jó arány, de nem vagyok jó ebben. Közben reggeliztem egyet, meg beraktam egy mosást, lehet, hogy ezt halljátok, meg hallani fogjátok a felvételek alatt, de rájöttem, hogy ugye van egy adag fekete ruha, ami mosásra vár, és hát még abban is vannak cuccaim. Bár nem olyan sok, meg azok azt hiszem mindenok, amiket megtartok. Most főleg Ari cuccai amúgy, úgyhogy végül is mindegy. Szóval gondoltam, hogy akkor tovább mehetünk a következő kategóriára, ami a nadrágok lesz. Még mielőtt akkor rátérnék a szekrényben lévő hosszú nadrágjaimra, átnézem ezeket a rövid nacikat, bár hát ezekben szerintem amúgy mindent meg fogom tartani, mert mindet használom is, de azért átnézem. Szóval igen, mindet bepakoltam, ez az egy, ami kérdőjeles, ezt fel fogom próbálni, hogy milyen rajtam. Alig van már hely a bőrömben, úgyhogy még ami belefér egy pár hosszabb nadrág, azt belerakom, és aztán a többit azt elkezdem így valahol a lakásban tovább szelektálni, és hogyha Ari este hazaér, akkor megkérem, hogy vegye le a többi bőröndünket is, és akkor bele fogom pakolni. Szóval elég sok nadrágom van, és hát ugye, ahogy említettem, nem szeretem, ha túl sok van valamiből, mert akkor azt érzem, hogy nem tudom mindegyiket kihasználni. Viszont ennek ellenére nem vagyok benne biztos, hogy fogok tudni szelektálni belőlük, mert mindegyiket nagyon szeretem, de majd meglátjuk. És meg is telt a bőrönd. Úgyhogy ezt most bezárom. Nos, ez lett a kupac, amit biztosan megtartok, és ez az a pak, amit most fel kell próbálnom, és eldöntenem, hogy kell-e. Ez lenne az első nadrág, ami egy Zara Kids-es, Mickey Egeres nadrág, amit egész sokat hordtam, de elég nagy rám igazi volt. Nem tudom. Nagyon tetszik nyilván, hogy Mickey Egeres, de mostanában őszintén szólva nagyon ritkán hordtam. Felhajtva pedig így néz ki. Nem tudom eldönteni, hogy jó-e, hogy kell-e. Na jó, ezt még nem tudom eldönteni, majd ha Ari hazaér, akkor ő segít. Ez szintén Zara gyerekosztály. Igaziból ez ilyen kis ünneplős csínó. Hát most a felvételen nem sokat látni belőle, de ez egy ilyen sötétkék csínó naci, és tök jó anyaga van. És ebből a múltkor kiselejteztem már egy bézs színűt, mert annó kettőt vettem belőle, mert akciós volt. Egyébként azóta nem hordtam egyiket se. Úgyhogy a bézstől már megváltam. Na jó, ettől megválok. Ezt a tezeniszes nadrágot fel se próbálom, mert sajnos nagyon nagy rám, ugyan XS-es méret, de egyszerűen lecsúszik rólam állandóan. Pedig nagyon szeretem, és azért hordtam ennek ellenére, amikor csak tudtam, de nem tudom egyszerűen kihasználni, mert nagyon nagy rám. Ezt a nadrágot most vettem nemrég, szintén egyébként a Zara gyerekosztályán, de kicsit elbizonytalanodtam vele kapcsolatban, úgyhogy ha ezt úgy döntök, hogy nem kell, akkor ezt visszaviszem a Zarába. Nem is tudom. Ja, ezt lehet egy picit így lejjebb is hordani, és akkor ilyen jóval begibb fazon. Vagy tudtam, hogy amúgy a nadrágok lesznek a legnehezebb részei ennek az egésznek. Na jó, szerintem ezzel szintén megvárom Arit, mert nem tudok dőlőre jutni. Hát erre nyilván szorul egy vasalás, de amúgy nem rossz, abszolút jó rám, kényelmes lenge. A színe, ami egy kicsikét aggaszt, nem tudom, eléggé sápít ez az árnyalat, és hát annyi is ugye annyira világos bőröm van, hogy nem szeretem azt még optikailag is kiemelni. Úgyhogy ez még akkor marad, és akkor meglátom idén nyáron, hogy mennyit hordom. És akkor jönnek a pulóverek. Kezdem azokkal, amik nincsenek jelenleg a szekrényembe, hanem ezeket külön tároltam a beépített szekrényben, mert vagy nagyon téliek, vagy inkább ilyen tavaszibb, nyáriasabb pulóverek. Hát ez eddig nem ment valami jól, ugyanis egyetlen egy pulóver került külön pakliba, és az a pakli is csak a még egyszer átgondolandó, szóval nem a véglegesen kidobós. Ezek pedig egyelőre mind megtartósak. Igen, a pulóver is egy nehéz kategória lesz,
annak ellenére, hogy amúgy annyira nem vagyok pulcsis, mármint ha lehet, akkor nem veszek fel pulóvert. Annak ellenére rengeteg pulóverem van, és valamiért mindegyiktől nehezen válunk meg. Nézzük meg akkor azokat, amik a fiókban vannak. Szóval nem valami jó a helyzet, ugyanis ez a két paklit, ami a megtartós, és ez a picike paklit hátul az, ami nem biztos, hogy megtartós. Úgyhogy most ezeket átvizsgálom, tüzetesebben gondolkodom rajtuk. Na, közben hozzáadtam még kettőt, mert ha nagyon őszinte akarok lenni, ezt a pulóvert nem hordom, viszont annyira szeretem, annyira tetszik, meg imádom az Alice márkát, de valahogy annyira kevés outfitemhez passzol, vagy hát annyira kevés ruhadarabomhoz passzol, hogy nagyon kevésszer hordom. Viszont nagyon szeretem ezt a pulcsit, és iszonyatosan örültem, amikor reakciózták ASOS-on, és még volt is a méretemben. Ezt majd Arival megbeszélem, hogy ő mit mond. Aztán itt van ez az Adidasos pulcsi, ami már iszonyatosan régi. Ezt még a nővérem vette nekem anno az outletben, tizen nem tudom hány éves szerintem, és Ari utálja ezt. Utálja rajtam. Én nagyon szeretem ezt a pulóvert, és rengeteget hordtam, szóval bőven teljesítette azt, amit teljesítenie kellett. De mivel tényleg Ari egyáltalán nem szereti, ha ez van rajtam, lehet, hogy ettől megválunk. De közben a nővéremtől kaptam. Aj, ezek a nehéz dolgok. Ide jön, ez is még az átbeszélős pakba. A szerintem ez a H&M-es kötött világos kékes szürkés pulóver. Szintén nagyon-nagyon sokszor hordtam, szerettem. Igaziból most is szeretem, de idén nem annyira hordtam, úgyhogy azért került be ide. Annyira nehéz, miért ilyen nehéz ez? Miért ragaszkodik az ember ennyire a materiális dolgokhoz? Tényleg, szörnyű. És tudom egyébként, hogyha eladnám, akkor nem hiányozna. De valahogy mégse vesz rá a lélek, hogy odarakjam a tuti eladós pakliba. Miért? Miért? Kész, megy. Van ez a pulcsi is, amit szintén nagyon szerettem, de ebből van egy nagyon hasonló, úgyhogy ez viszont szerintem megy az eladósba, tutira. Aztán itt van ez, ami tök új, de cropped, és nagyon nem tudom hordani, pedig a hátam van egy ilyen menő rose gold cipzár is, meg az egész tök jól néz ki amúgy. Szóval én megkérdezem Arit, mert amúgy jó kis pulcsi, csak annyira cropped, én meg nem annyira szeretem az ilyen cropped dolgokat. Aztán itt van ez, amit szintén nemrég vettem az H&M-ből, de rá kellett jönnöm, hogy rengeteg pulóverem van, és nem ez az, amiért először nyúlni szoktam, úgyhogy lehet, hogy ezt is elviszem eladni. Aztán max, ami megmarad, az megmarad, de ha meg sikerül eladnom, akkor végül is tök jó. Néha olyan hülye döntéseket hozok. Még egy H&M-es pulcsi, amit szintén egész sokszor hordtam. Ez SS méret, viszont annyira oversized, hogy ez így kedvtől függ, de néha, amikor felveszem, akkor ilyen nagyon bumszinak érzem bennem magamat, és akkor inkább másik pulóver mellett döntök, úgyhogy ezért hoztam ide. Amúgy iszonyatosan menő ez is, a Moschino-s kollaborációnak a része. Vannak zsebei is, szóval tényleg tök menő. Bár egyébként ezek a zsebek teszik amúgy pont egy picit ilyen bumszlivá így a pulcsinak az oldalát. Kicsit sok, de amúgy tényleg tökre szeretem, meg hát ha nem is egy Moschino darab, már mint hogy végülis az, de nem egy igazi Moschino darab, de mégiscsak van köze a márkához. Bár nem vagyok azért ennyire ilyen luxus márka fanatikus, sőt, sajnos tényleg az a probléma vele, hogy nagyon nagy, pedig iszonyatosan szeretném. És aztán elkezdtünk a Stitches pulóverhez, amit azért szeretek, mert igaziból nagyon ilyen grumpy rajta a Stitch, és sokszor van az, hogy én is így állok. Nem így, de hogy így elég zárkozott személyiség vagyok, és a testbeszédem ezt néha a tudtomon kívül is kimutatja, és elég sokszor állok így. Azért szerettem ezt a pulóvert, mert
úgy gondoltam, hogy egy kicsit tükröz engem. Át kell gondolni. Nem megy egyedül. Kell valaki másnak is a szava ehhez. És hát akkor ennyi volt mára ez a vlog. Remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, nagyon örülnék neki. És hát aztán nagyon-nagyon várom, hogy még több költözködős vlog videót megosszak veletek. Ha van valami külön kérésetek ezen videók kapcsán, akkor azt írjátok meg lent a kommentek között. Nem tudom még, hogy konkrétan milyen költözködős videók lesznek fent, mert még soha nem költöztem úgy igazán, úgyhogy fogalmam sincs, hogy ez hogy fog zajlani. De hát majd ahogy jönnek a dolgok, veszem fel nektek is, és osztom meg veletek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben az óriási nagy kalandban, és a legközelebbi videóban találkozunk, addig is sziasztok!